Egy csók és más semmi, a vágyam csak ennyi, és csendben elmenni tovább. Csak egy perc, csak álom, de én azt se bánom, ha itt ér a számom. Két háború között játszódik, szépséges dalok, a nyomorúságunkon nevetünk, az élet abszurditásán nevetünk, és közben pedig a könnyek igaziak, a fájdalmak igaziak, a szerelem az lángos, megúszhatatlan. Hát nem varázslat, én úgy szeretem. Elmenni tovább. Én még nem dolgoztam operetben, vagy egy ilyenfajta operett előadásban, és szerintem minden színész lelkének jól esik egy kicsit bohóckodni. A Kálmánnal nagyon szeretem a kis első felvonás záró jelenetét. Azt nagyon szeretem, de egyébként mindegyiket. Miért szerettem bele magába? Gondoltam rá már. Úgy csinálunk, mintha több boldogok lennénk, akkor is, hogyha nem vagyunk több boldogok. Ma egyébként boldogok voltunk, azt hiszem, de ha nem vagyunk boldogok, akkor is úgy csinálunk ez a szakmát. A Dunán meg egy jó cigány, jaj, de szerelmes vagyok, babám. Nehéz mindig bejönni este rá, hogy megint egy csók, már 10 éve játsszuk. De valahogy, ahogy bemegy az ember a színpadra, és ahogy reagálnak a nézők, valahogy mindig fölemelkedik a végére. Kié vagy, mondd, kié vagy, mondd, kié a szíved, kié a szemed, kié a szád. Most az Andrist megleptük, mert minden előadás után, mind a 150 előadás után mindig invitálta a nőket az öltözőjébe. Ez egy ilyen vicc volt. És mindig szoktam mondani nekik, hogy bizonyos szexi kalandokra várom őket a 206-os öltözőben, és ezen mindig jót nevetgélünk, és aztán elfelejtjük. Átmentünk a 3. emeleten gyorsan be az öltözőjébe, és elérneket, hogy egy csók és más semmi. Megijedtem, zavarba jöttem, és nem tudtam, hogy mit énekelni. Nagyon jó formában van a társulat, és lám a közönség is támogat bennünket, és egy örömteli este után távozott innen most a nézőtérből. Isten éltesse résztvevőket, az alkotókat, Isten éltesse a 115 éves végszínházat.